Egy szép jó napot mindenkinek. Ne lepődjetek meg, hogy most Krisztó, mi történt, hogy ekkora lettél. Ez csak optikai csalódás. Vagyis pont most szupeszeteztem biceps, tricepset, ezért most nyilván jóval nagyobbnak nézek is ki, bedurranva. Van egy jó kis edzés előttem is, mint amikor felveszek egy videót otthon, amikor nem vagyok bedurranva. Szóval már láttam a kommenteket. Ez a videó, ez titeket akarok megkérdezni. Megint, most megint kedvem lett, most egy fél évet úgymond kicsit lejjebb vettem az edzéssel. A tűz, a szenvedése volt már akkor, mert ugye új élethelyzet, új ország, másra tettem a energiámat. Most itt minden szépen elindult, és most megint kedvet kaptam. Megint kedvet kaptam a maxot kihozni a testemből 34 évesen is, és úgy néz ki, hogy jövőre, itt Svájcban, jövő őszre szeretnék a men's fizikumban indulni, és lehet, hogy már előtte is augusztusban a Skytech Massivision Siófokon. És megbeszéltem ezt a kedves párommal, a Jenniferrel, hogy ha ti is akarjátok, akkor most ezt felkészülést mindent pontosan felveszek nektek, és tudom, ez sok idő, energia, de ebben támogatni fog Jennifer. És akkor én azt mondom, hogy jó, kezdjük neki. De csak akkor fogom nyilván feltölteni, ha titeket is érdekel. Már volt egy pár verseny felkészülésem, de ezen nem most a legpontosabb. Ha azt látok, hogy igen, akkor a következő ilyen sorozatban megmutatom, hogy milyen kis jó kis gép van, amivel elég pontosan, nem olyan százalékos, mint a legpontosabb mérés, ami a testi százalékot illeti, még ilyesmi, ez a Dexter Scan. Az itt sajnos nincs, de itt is van egy nagyon jó kis gép, azt bemutatom nektek, és az is pontosan megmondja, hogy hány százaléka vázizom, zsír, hol van több izom, alsó test, felső test, és akkor ezt elkezdeném veletek, hogy most ennyi százalék testzsír van, ennyi százalék izom tömeg, és akkor két hetenként vagy négy hetenként csinálnám ezt a mérést. Ez egy nagyon komoly gép, ez ilyen 20-30 ezer frank ez a gép, majd bemutatom nektek. Ha azt látok, hogy igen, Krisz, érdekel minket, és akkor tényleg ez lesz a legpontosabb felkészülésem, azaz ennyit, mint most, mint videót erről a témáról eddig még nem csináltam, és akkor tényleg ezt csinálom. Szóval minden, mit teszek, mennyit teszek, és nagyon fontos téma a nasizás. Ugye, aki régóta követi, mint mondtam, hogy versenyzés, ha első akarsz lenni, nasizás nélkül nem lehet. Én meg első szeretnék lenni, szóval erről is most lesz, őszintén téma, lesz nasi? Krisztó fog nasizni? Kérdőjel. De én titeket akkor százszerékosan, a legjobb tudásom szerint elvinnek ezen az úton. Szóval Krisztó felkészülés 2020, fekete fehéren tabuk nélkül. Tabu nélkül, most ez a jelenlegi formám. Jó, még ezt azt mondani, ez most nyilván csalóka, mert most be vagyok még durranva. Most egy kicsit fogok vádlizni, csak akkor kész is. Jó, amúgy ma dolgoztam, munka előtt is edzettem egy kicsit, és most is munka végén, és gondoltam, hogy ezt most nektek itt elmondom 4-5 perc alatt. Szóval légy szíves, ezért főleg like most. Ne csak azért lájkoljátok, hogy Krisztó feltöltött megint egy videót, hanem a like, hogy akarjátok látni, hogy ahogy felkészülök mindent. Mérés, zsírmérés, tömegelés most még, mit, hogyan, edzés, minden. Felveszem azokat a napokat is, amikor kicsit lejjebb vagyok, nem érzem olyan jól magam. Szóval mindent most minden héten lenne erről minimum egy videó. Jövő októberig. Jó? És kommentbe is, hogy pontosan mit akartok tudni. De az is lehet, hogy Krisz, most már 4 évet csinál ezt a YouTube csatornát, most már nem is néznek annyian, hagyjad abba. Azt is elfogadom. Tehát én magamnak úgyis most fel fogok készülni, ha akarjátok látni, ha nem. Csak ha érdekel titeket, bár nekem ez több munka, és én ezért nem kapok pénzt, de én ezt szívből nektek csinálnám, hogy megmutassam, hogy 34 évesen, 16 évet után is még 5. verseny felkészülő is lenne, ez vagy 6. mekkora motivációval mit még el lehet élni. Jó, ezért légy szíves, kommenteljétek, hogy igen, Krisz, akarod látni, és hogy pontosan mit akartok kilátni, milyenek az elképzelésetek,
és a lájkoljátok is, és osszátok a videót meg, hogy minél többen lássák, hogy a Kriszó megint újra színpadra megy. És akkor jövőre tudunk augusztusban találkozni Skytech Massive Beachon is. Jó, elköszönök. Egy dupla bicepszel, de be se félek a képben, mert olyan széles lettem. Vagyis vagyok. Jó. Jó van, gyerekek, akkor várom a kommenteket, lájkokat, és ennyi volt, és hello!